Na srácok, a mai videóban hát milyen mérkőzést is játszanánk le, ha nem a magyar VS franciát, négy nordik csomaggal, mind a négy Willy Orbános, úgyhogy reméljük bevonza a szerencsét, és hogy csináltuk az előző ilyen mérkőzéses videóban, lejátsszuk a portugál VS németet is másik négy csomaggal a magyar VS francia után, úgyhogy srácok, megint négy csomag, két csomag első félidő, két csomag második félidő. Nagyon kíváncsi vagyok, amikor Willy Orbános pakkokat bontottunk, akkor mindig jött magyar játékos, úgyhogy reméljük ez most is így lesz. Nem is akarom tovább húzni a szót, két-két csomag be is van készítve, eredményjelzőt is behozom, hogy minden jó legyen, és bontsuk itt az első csomagot, és reméljük, hogy legyőzzük a franciákat, szurkoljunk a srácoknak. Van nekünk egy Bárdi Macedóniából, alatta egy Scott McGregor, aztán van itt nekünk egy Rodri, még egy szlovák is van, van nekünk itt egy Jensenünk, itt van egy kódlap, és nézzük a különleges lapokat, egy Piatov fenszörűt Ukrajnából, egy portugál Ruben Dias defensívre, illetve egy svéd Scandinavian Stars mozaik ilyen puzzle kártya. Úgyhogy gól nem jött itt az első csomagból, menjünk át a második csomagra, és hát ha itt lesznek majd azok a jó magyar gólok, nézzük is, Semenov Oroszország, Harry Kane Anglia, Arnautovic, Ausztria, van nekünk egy Skriniárunk, illetve még egy Lod, Finnországból. Különleges lapokból van nekünk egy Marshall, Fenszőri, Skóciából, egy Harry Kane, Game Changer, Angliából, illetve még egy Tillmans, Belgiumból, Secret Hero-ként. Úgyhogy gól nem jött az első fél időben, 0-0 az állás, van még két csomag, és nézzük meg, hogy azzal mire mennek itt a srácok. Bontsuk is akkor itt a második fél idő első csomagját. Nézzük, hogy milyen lapok vannak benne. Egy török Merász, aztán még egy macedon, mint az első csomagból. Ademi, Mário Fernández, Oroszország, Kovácsics, illetve még egy portugál, Ruben Neves. Gól továbbra se akar jönni. Van nekünk egy Kier, Fenszfébri, Dániából, alatta egy Courtois, Goalstopper, Belgium, illetve még egy svéd Scandinavian Stars lap. Srácok, továbbra sincsen gól, az utolsó csomag jön ezen a mérkőzésen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz itt most a vége. Nézzük is, utolsó csomag, van nekünk egy újabb Merász Törökországból. Aztán egy újabb Ademi, egy Mazopusz, azt hittem, hogy ugyanazok a lapok lesznek. João Félix még Portugáliából, Panini randomizáló rendszere megint megviccelt minket. Van nekünk egy olasz mez, alatt egy Topmaster Donnarumma! Végre egy olyan Topmaster, ami eddig még nem volt meg, megy is ide. Középre, újra Topmaster, Skriniar defensívre, illetve még egy Finn Scandinavian Stars. Hát srácok, Magyarország, Franciaország 0-0 lett itt a videóban. Ezt az eredmény szerintem el tudnánk fogadni itt a mai nap délután 3-kor kezdődő meccsen. 0-0-át játszottunk, ilyen is rég volt, hogy gól nélküli kick-off mérkőzés játszunk a csatornán. Összepakolom ezeket a kártyákat, és menjünk tovább a portugál VS Németországra. Most elég sok portugál lap jött itt az első fél időben. Lehet, hogy meg itt lesznek a magyarok és a portugálokat most lőttük-e. Behozom a új eredményjelzőt, újra két-két csomag első-második fél idő, és bontsuk az első fél idő első csomagját, és nézzük, hogy kik nyernek a portugálok vagy a németek. Kommentben írjátok meg a tippeiteket a mérkőzésekre, hogy szerintetek mi lesz a magyar-francia, meg mi lesz a portugál-németen. Mário Fernandes Oroszország, Sterling, Jeremcsuk, Chiesa, illetve Mazopust Csehországból. Azt mondja, hogy van még egy cseh mez, alatta van egy dán Scandinavian Stars lap, illetve még egy spanyol Ramos Secret Hero. Úgyhogy itt se jött még gól, de van még három csomag, úgyhogy bármi megtörténhet. Nézzük is, itt lesz egy Rashford, de nem is a különlegesekkel kezdjük, hanem szokás szerint a teammate-ekkel, Lewandowski, Roberts, aztán ott van Emre Can. Németország meg is szerezte a vezetést itt a második mérkőzésen a videóban, 1-0-ra mennek a németek, Courtois, kódlap, van nekünk egy Sterling, Rashford, Fenszfébrit, ugye már láthattunk, egy svéd multiple, alatta egy Günok Goalstopper, illetve még egy Lewandowski Game Changer kártya. Úgyhogy az első fél idő után az állás az 1-0-ra vezetnek ugyan németek a portugálok ellen. Úgy néz ki, a portugál lapokat kinyitottuk a magyar VS francián. Na de nézzük is, hogy mi születik itt. Még van két csomag, bármi megtörténhet igazából. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok.
Nézzük is, van nekünk egyből egy Seferovicsunk, Svájcból, alatta van egy Dimitrievski, Macedón, aztán Král, egy portugál Cristiano Ronaldo, de nem sokáig örülhetnek a portugálok, hiszen alatta ott van Ginter. Németek ugyanúgy vezetnek, hiába lőtt egy gólt Ronaldo, van itt nekünk egy kódlap, alatta spanyol mez, aztán egy belga multipül, és Cristiano Ronaldo game changer! Ronaldo duplázik a mérkőzésen. Nagyon felébredt Ronaldo itt a második félidőre. 2-2 az állás, utolsó csomag jön. Nagyon izgalmas paknak ígérkezik, hogy mégis ki fogja megnyerni a mérkőzést. Sterling alatta Lewandowski, Roberts, Rüdiger! Befejelte! 3-2-re vezetnek a németek a portugálok ellen. Baumgartner Ausztriából, kódlap. És nézzük is, Trajkovski fans favorite, alatta egy olasz Bonucci defensive rack, és egy finn Scandinavian Stars lap. Hát srácok, itt a második fél időben nagyon megeredtek a gólok, de a németek legyőzték 3-2-re a portugálokat. Még az első mérkőzésen nyitottunk egy jó kis topmastert, szerintem itt nagyon izgalmas mérkőzés volt, főleg ez a második. Portugália-Németország 2-3, kommentben írjátok meg a tippjeiteket, hogy mégis mit tippeltek, ki fognak nyerni mai mérkőzéseken. Srácok, ez lett volna ez a szombat délelőtti videó. Ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek meg, és találkozunk holnap egy következő videóban. Addig is legyetek jó, és jó szurkolást! Sziasztok!